ezt a terjedő jelenséget egy kompjútervírusra akarták hasonlítani. De bakker, az meg a vírusból van eredeztetve. Tehát, hogy akkor miért egy kompjútervírussal kezdesz el magyarázni egy olyan dolgot, amire van egy sokkal kézzelfogható. Ez olyan, mint hogyha a széllökést a finggal próbálnád elmagyarázni. Ez lehetetlen, hogy most jött erre rá. Ez egész nap ezzel készült. Mert ezt a moziból hazafelé találtam. Sziasztok! Jelentkezünk egy újabb Filmbarátok podcasttel, és ahogy már korábban beharangoztuk, egy vendégünk van. Régebben is említettük, hogy tervezünk egy audio kommentát ismételten, és nagy örömünkre Svetje Mihály elfogadta a meghívásunkat. Szia Mihály! Sziasztok! Köszönöm a meghívást! Természetesen itt vannak a többiek is. Gergő! Sziasztok! Black Sheep! Sziasztok! Sorter! Sziasztok! És én Freddy. Na, hát Mihály, aki esetleg így a nevedet nem ismerni, a filmedet szerintem biztosan, mert ha más nem, nálunk már biztos hallott róla, mert elég sokat említettük pár éve. A remélem legközelebb sikerül meghalnod, ez volt a te első nagy játékfilmet, ha minden igaz. Ez így van. El is küldtem neked, amikor meghívtunk az adásba a kritikát, és szerintem mondtad, hogy meghallgattad, és érezhetted, hogy mi tényleg nagyon oda voltunk ezért a filmért, úgyhogy ez egy nagy megtiszteltetés, hogy itt vagy, és főként, hogy utána csinálsz is velünk egy audio kommentárt a filmhez. Még egyszer köszönjük szépen, és hogy a szabad estédet ránk pazarlod. A hallgatókat is bevontuk ide ebbe az adásba, mert megírtuk előre, hogy itt leszel, és lehet kérdéseket küldeni. És mielőtt az első kérdést felolvasnám, csak egy megjegyzés István hallgatónktól, aki csak annyit írt, hogy remek film volt, a 14 éves lányomat külön megkértem, hogy nézze meg a barátnőivel. Ez a mondat szerintem gyakran elhangozhat, amikor felnőttek megnézik ezt a filmet, és vannak tínédzser lányaik. Tudom, hogy neked is pont van egy tínédzser korú lányod, ha jól értesz. Nem, nekem egy 3 éves kislányom van, ő még nem tínédzser. Igen? Akkor igen. Itt a fake newsnak bedöltem, vagy nem tudom, de akkor elnézést. Clickbait. Igen. De lehet, hogy neki amúgy már arhaikus róla, lesz ez a film. De el tudod képzelni, hát nyilván, hogyha nem is a... Tehát nyilván az meg fogod mutatni neki majd később, mert meg kell mutatni, hogy apa miket csinált. De ha ez egy külső rendező által elkészített film volna, akkor is megnézetnéd vele ebben a korban, vagy inkább hagynád, hogy ezt magától felfedezze? Hát ez nehéz kérdés. Nehéz kérdés igazából. Nem tudom, hogy mi lesz, amikor ő 14 éves lesz, hogy egyrészt az az érzésem, mivel annyira olyan környezetben nő föl, hogy folyamatosan filmekről beszélünk, filmeket nézünk, egyetemen is tanítok, és a diákoknak is állandóan nézem a munkáit, és azokba ő már most bele-bele lát, hogy ő képzelem, hogy valószínűleg addigra ő már fogja tudni, hogy mi érdekli, vagy mi nem, vagy egyáltalán érdekli-e őt ez, hogy film. Hát meg mi lesz addigra mondjuk, tehát lehet, hogy teljesen átalakul itt a médiafogyasztás, meg az online etikett, vagy ezt lehet úgy nevezni. Hát, hogyha ki fog egyáltalán alakulni addigra ez, mert most szerintem jelenleg nem nagyon van. Tehát, hogy mindenki csak csinálja, ami eszébe jut, és akkor, hogyha éppen annyira nyilvánosságra kerül ez a dolog, akkor utána elveri rajta jól a port az internetnek a maradék része. Jó. Van esetleg saját kérdésetek, srácok? Mihállyal kapcsolatban a munkásságot? Tudom, hogy Gergő, te például a filmtől elkülönítve egy kérdés előkészítettél a terápiával kapcsolatban, úgyhogy akkor át is adom a szót. Igen, hát ugye Wikipédián én is nézelődtem, és láttam, hogy a nevednél ugye szerepelt Terápia című sorozat, amiből én az első évadot láttam, meg a második évadból az elsőt részt, tehát az első hétnek az eseményeit, és nem találtam róla bővebb információt, és az érdekelne, hogy te milyen minőségben vettél részt a terápiába, vagy írtál, rendeztél benne esetleg? Rendeztem. A harmadik évadban rendeztem egy szállat. Egy egész szállat te vittél? Igen. Keddi napot. Sely Judit volt a főszereplő. És írói minőségben akkor ebben nem viszont? Nem, csak rendezőként kerestek meg erre. Ez egy magyar fejlesztésű szál volt egyébként. Tasnádi István írta, és egy nagyon izgalmas, ilyen
tulajdonképpen a családi dombelüli belüli erőszaknak egy nagyon speciális formájával foglalkozott, azzal, amikor ilyen lelki elnyomásban van valaki, és nem pedig fizikai erőszaknak van kitéve. Hát igen, ez tényleg egy olyan aspektus, szerintem, amit mostanában kezdenek el tárgyalni igazán, akár a mozgóképekben, akár csak így a közéletben, mert ugye volt egy korábbi vendégünk, a Gigor Attila, aki szintén a harmadik évadon dolgozott, tehát akkor vele is tartottátok így kapcsolatot, amit dolgoztatok? Persze, hát ott úgy van, hogy a rendezők azok folyamatos kapcsolatban vannak, sőt, tehát azt is mondhatnám, hogy barátságban is, vagy sikerült olyan embereket válogatni, hogy nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, és az első pillanatban, amikor már tudjuk, hogy mi vagyunk a rendezők, akkor még nem tudjuk, hogy melyik szál lesz a miénk. És például a szereplőválogatást azt úgy csináltuk, hogy közösen, vagy gyakran volt olyan, hogy valamelyikünk rendezte ugye a színészt, aki bejött a válogatásra, és akkor többen jelen voltak, és többször előfordult, vagy utólag ugye kiderült, hogy nem is annak a szálnak a válogatóján vettünk részt rendezőként, amit aztán később magunk rendeztünk. Tehát akkor egymásnak castingoltatok tulajdonképpen. Igen, igen. Mert ugye, mert az még azon a ponton nem volt eldöntve, hogy ki melyiket csinálja. Egyébként az Attila az elejétől kezdve benne volt, tehát ő az első évattól kezdve végig benne volt rendezőként. Csak az utolsóban volt olyan először, hogy amit ő írt, azt ő is rendezhette. Igen, 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 ezt elmondta. És így, hogyha már így benne voltál egy sorozat készítésében, tehát egy HBO sorozatnál, meg csináltál saját filmet, és melyik az, hogyha választhatnál, akkor melyikkel foglalkoznál jövőben inkább nagyobb mennyiségben, vagy akár fő profilként? Érdekes volt, mert ezek pont egy évben voltak. Tehát egymás után éppen csak kijöttünk a terápiából, és akkor elkezdődött a nagy játékfilmnek az előkészítése, és aztán a forgatás. Hát szerintem egy filmrendező az legszívesebben azt csinálja, amit maga talált ki. Ez velem is így van, de egyébként egy olyan magas színvonalú munkát, mint a terápia, olyat bármikor boldogan csinálnék. Ja, ez tényleg egy kicsit olyan magyar filmeknél, mint mondjuk kint Amerikában a Trónok harca, hogy tényleg egy olyan szinten mozog, hogy igazából nincs ember, aki nemet mondana rá, és ne akart volna vele foglalkozni. És tényleg a terápiának ez volt az egyik legnagyobb erőssége, hogy ez egy külföldi licenc volt. És tényleg, hogyha most nem magyar nevek vannak benne, vagy bármi, akkor ugyanúgy bármelyik piacon el lehetett volna adni az egész, ez is ugyanolyan siker lett volna. Úgyhogy tényleg én még mindig nagy terápia fan vagyok, és hát majd mindenképpen meg fogom nézni a maradék részeket, és akkor külön figyelmet fogok fordítani a keddi eseményekre minden hétnek a második részére. Igen, a harmadik évadból. Igen, 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 igen. Én egy másik projekteddel kapcsolatban kérdeznék, mert itt olvastam, hogy előkészületben van egy filmed, ami nekem egy nagyon szimpatikus téma, és mindjárt el is mondom, hogy miért, a jogosítványos projekted, egy vizsgán egy diák nem akar fizetni, úgymond, tehát ez itthon egy elég komoly probléma, mindenki ismeri a borítékos megoldást így a forgalmi vizsgáknál, és ebből alakul ki egy konfliktus. Ez erről tudnál mesélni még valamit, hogy ez hol tart, hogy... Azt olvastam, hogy kaptál rá egy ilyen pályázaton, nyertél erre pénzt, ha minden igazi nemzetközi pályázaton? Hát ez úgy van, hogy voltam bele külföldön, Berlinben egy díjjal, ahol megírtam a forgatókönyvnek az első változatát, és utána pedig Kolozsváron van egy nagy fesztivál, és annak egy ilyen pitch versenye, ahol elmondjuk a tervet, hogy miről szól, mutatunk mood képet, és ilyen 7 perc áll rendelkezésre, hogy ismertessük, hogy milyen filmet szeretnénk csinálni, és itt nyertük meg a fődíjat, ami az Örimázsnak a díja, ugye, ami az európai ilyen filmalap tulajdonképpen, az Örimázs, és igazából arra van, hogy megpróbáljunk produkciót létrehozni, tehát ez most folyamatban van, ez a munka. Magyarországról még nem kaptunk rá pénzt, egyszer már korai változatával ennek a történetnek pályáztunk, és akkor elutasították. Most pedig már úgy szeretnénk majd nekifutni, hogy
hogy felmutassuk, hogy ez hogyan tudna produkció lenni földről, kik azok, akik partnerek tudnának lenni benne, és meg reménykedem benne, hogy így egy erősebb csomagként talán nyitottabbak lesznek rá. És ez egy nagy játékfilm lenne, vagy rövid egy film? Nagy játék. Nagy játékfilm, szuper. Jó, mert nekem pontosan ugyanilyen élményem van, hogy szerintem meg vagyok győződve arról, hogy emiatt buktattak meg, ilyen mondva csinált okokkal, mert nem voltam hajlandó beszállni ebbe a játékba, és annyira felhúztam magam ezen, hogy azóta se futottam neki a jogsinak. Hát én hogy... is. Nem, engem háromszor buktattak meg itt Szegeden, azért, mert hogy itt viszont nem is lehet borítékozni, itt rendőrt hívnak rád, hogyha megpróbálkozol vele, és hát így el is mondta az oktatóm, hogy Szegeden a legmagasabb az első bukóknak az aránya, itt 75%-ban megbuknak az első vizsgázók, míg Pesten ez a szám 35%, és mindenhol ilyen 30-40 körül működik, és tényleg itt pofára megy, és engem is így az utolsó alkalommal az oktatóm nem értette, hogy mi volt a probléma. Ez volt hát 4 éve, talán, és azóta sincsen nekem. Lehet, hogy a vizsgáztató hallgatja az adásokat, és nem tetszett neki az egyik mondatod. Vagy fú, de remélem, hogy nem volt akkor egy Once Upon a Time in Hollywood rajongó. Lehet, Al Pacino rajongó. Igen. Ja, úgyhogy kíváncsian várom, mert ez tényleg ez egy fekete nagyon... komédia lesz egyébként. Ó, reméltem, hogy... Szatirikus, az belefér ebbe a műfajba amúgy, tehát az szerintem nem egy rossz ötlet, koncepció, az szerintem teljesen jó. Uh-huh. Ez itt totál beleillik. Jó. Így most, hogy kikerültek az Oscar jelölések, csak egy gyors kérdés, hogy hogy mennyire vagy te ilyen moziba járós, vagy aktív filmnéző, mennyire van rá időd, illetve hogy tavalyról van-e bármilyen kedvenced esetleg, amit így megosztanál velünk? Igyekszem moziba járni, de az az igazság, hogy mióta már gyereket is nevelünk, azóta nagyon megválogatom, hogy mire megyek el, mert színházba is nagyon szeretünk járni, és ugye ezek között kell egyensúlyozni a szabadestéken, és általában olyanra szoktam elmenni, amire azt gondolom, hogy nagyon jó lesz valami miatt, vagy mert annyira ajánlották, és minden, aminél egy picit azt érzem, hogy lehet, hogy nem lesz jó, már nyilván a saját ízlésem szerint azt általában halogatom, és megvárom, míg meg lehet nézni valahogyan máshogyan. Most miért érzem úgy, hogy ezek szerint a macskákat nem nézted meg? Ja, nem, az nem érdekelt. Valószínűleg akkor a Slenderman is kimaradt. Mozifilmek közül. Nem is tudom, micsoda. Boldogabb vagy, nagyon szerencsés ember vagy, igen. És tavalyról... Legutóbb most a koreai filmet láttam. Ó. Oh. Mm. Uh-huh. Az élősködőket. Az élősködőket, aha, igen. És hogy tetszett? Ez egy jó választás. Én csalódott voltam az igazság. Na, végre igen. Valaki rajta. Itt van egy partner, aki egyetért veled nagyon. Redi, csak lelkesen. Ezért hívtad a Mihályt, vagy. Nem, tetszett, csak annyira nem érzem ezt a hurrá optimizmust, mint amit ti bontatok. Megengedőek vagyunk. Hát jó. Legyen. Mondhatsz még nyugodtan más filmcímeket, vagy ezt is kifejtheted? Hát nem tudom, hogy mire tudok kíváncsiak, mert inkább azt mondja már, hogy mi okozta csalódottságot, nem tudom. Hát akár, jó. Azt éreztem, hogy ez a film 3/4-ig egy ilyen helyzetkomikumokra élő, nagyon egyszerű, és időnként a humorát is olyan közösnek éreztem, nagyon egyszerű film, és pont azon gondolkoztam, hogyha ez nem egy ázsiai film lenne, hanem francia színészekkel látnánk, ott nagyon sok ilyen típusú film van, akkor azt mondanánk, hogy ez egy közös francia film volt, de attól, hogy ázsiai, ettől van egy ilyen... Ilyen fűszerűség? Hát ilyen különlegessége, egyszerűen attól, ilyen hogy úgy azt gondoljuk, hogy ez egy távoli világ, amit nem értünk, és akkor szerintem hozzáképzelünk egy csomó olyat, amit én magában a filmben nem láttam egyébként. És aztán ugye a végén persze megfejeli ezt egy ilyen elemelt váltással, hogy jön az özönvízszerű eső, és akkor így picit, mint hogyha szólna ez. De a legvégén is, amikor befejezte a filmet, akkor se tudtam pontosan, hogy akkor most mire is ment ki ez a játék, és hogy
mi az a csomag, amit az a kellene vinnem. Feszültsége volt, tehát olyan értelemben nagyon profi, hogy leköti az ember figyelmét, csak én azt éreztem, hogy nem megy elég mélyre. Ahhoz képest, hogy ez az arthouse filmnek állítólag idén a csúcs teljesítménye, ugye a Cannes-i díja, az Oscar jelölés, stb. Most én elég vékonynak éreztem ezt, és inkább egy sima szórakoztató filmnek, vagy egy ilyen szórakoztatóipari terméknek, még akkor is, hogyha vannak benne olyan elemek, amit egy átlagos hollywoodi filmekhez szokott néző, már nem biztos, hogy könnyedén lenne. Nekem ez volt az érzésem, hogy nem megy elég mélyre. És volt bármilyen nagy kedvenc 2019-ből? Nagyon kell gondolkoznom. Volt egyszer egy Hollywood például, vagy a Joker, vagy... Az ír esetleg. Hát a három film közül a Joker volt, ami leginkább tetszett. Bár az is igaz, hogy az ír az még folyamatban van, annak a nézése. Ismerős. Hát az egy hetes az... program. Tehát azt még, arról még nincsen teljesen kialakult véleményem, csak azt látom, hogy vannak olyan piszka, ahol nagyon leül. De a Joker az végig foglalkoztatott, és hatással volt rám. Arra is emlékszem, hogy úgy jöttem ki a moziból, hogy nagyon rosszul éreztem magam utána, de nem azért, mert hogy mi a rossz filmet láttam, és miért jöttem el erre, hanem hogy végülis van egy ereje. Volt egyszer egy Hollywood, az egy kellemes este volt, de másnap már nem gondoltam rá. Uh-huh. Sem megy nagyon mélyre. De mellett, hogy jó látni a gyermekkorunk hőseit, hogy öregszenek meg, Brad Pitt meg. Uh-huh. Nem tudom, hogy jó-e látni, hogy kicsit ezért is szomorú voltam. De... Hát egy hangulatfilm. Nézi magát, szóval ja. Azzal sincs így baj, de nem gondolom azt róla, hogy az évtized végén, vagy mondjuk 50 év múlva benne lesz a 50 év legjobb filmjeiben. Uh-huh. Nem hiszem. Mint ahogy a Tarantinónak sem a legjobb filmje. Jó. Szerintem Black Sheep egy hallgatói kérdést bedobnál esetleg. Igen. És itt pont van egy kérdés, amihez én még hozzá is szülnék egy kicsit, mert ez engem is érdekelne, ez a Mártonnak a kérdése a filmmel kapcsolatban már, hogy Márton arra lenne kíváncsi, hogy a forgatókönyv előkészítésében, illetve a szövegek megalkotásában mennyire vontál bele fiatalokat, mert sok filmben ez zavaró, hogy életszerűtlenek a beszélgetések, de itt ez nagyon jól volt megoldva, eddig volt Márton kérdése, és egyébként egyetértek. És engem még, ami így ezzel kapcsolatban érdekelne, hogyha bevontál fiatalokat, akkor ez így a gyakorlatban hogy néz ki egy ilyen forgatókönyvírás közben? Interjúzol velük, vagy csak így oda mész hozzájuk, hogy hello, ezt hogy mondanátok, ezt a mondatot, vagy hogy ez így hogy nézhet ki? Az egészre úgy készültem, hogy interjúztam a korosztállyal, de nem a párbeszédek miatt, hanem inkább amiatt, hogy a problémáik azok hitelesen legyenek ábrázolva, meg hogy azt kinyomozzam, hogy a saját tinédzser koromhoz képest mi az, ami megváltozott, és mi az, ami meg ugyanolyan. Mi az, amit mondjuk abból tudok még használni a saját emlékeimből, és mi az, ami meg egészen más. És utána meg ugye nagyon sok tinédzserrel forgattunk, mert ott azért egy féliskolányi ember, meg osztálynyi ember volt jelen. Én úgy csináltam ezt, hogy a forgatókönyvet ezt leültem és megírtam, párbeszédekkel mindennel együtt, és amikor próbáltuk a jeleneteket, később, amikor forgattuk, akkor is mindig kérdezgettem a srácokat, hogy ő ezt így mondaná-e. Aha. Ha nem mondaná, akkor mondja el a saját szavaival, csak fontos, mindig kijelöltem, hogy mi az, aminek mindenképpen benne kell lennie ahhoz, hogy a történetünk a lábán álljon, mennyire lehet eltérni, vagy mennyire nem. És akkor időnként volt jobbat mondtak, és akkor hagytam, hogy legyen úgy, és volt olyan is, amikor visszatértünk a leírthoz, mert az jobbnak tűnt. Vagy egyszerűen csak egy poén jobban ült úgy, vagy ez azért nem úgy nézett ki, hogy minden esetben hagytam. Vagy volt olyan is, amikor valamit mondtak, de azt éreztem, hogy ez nagyon annak a kis mini szubkultúrának, amiben ők 4-5 barát részt vesz a nyelvezetében, működik, és egyébként pedig már erőltetett lenne, vagy de az a nagyon nehéz, hogy miközben van egy ilyen elvárás a nézőknek a párbeszédekkel kapcsolatban, hogy hiteles legyen,
ahhoz képest mindannyiunknak van egy saját szókincse, amit hozunk a szüleinktől, meg abból a környezetből, amiben élünk, meg aztán, ami ránk ragad az adott iskolában, vagy iskolákban, ahol járunk, vagy az edzésen, hogy ezek mind-mind ilyen kis különálló kultúrák tudnak lenni, vagy aki éppen zenét tanul, akkor abban a csoportban kórus, tehát egy csomó minden helyre lehet ugye járni, vagy vannak ezek a számítógépes körök, akiknek szintén megvannak a jellegzetes dumái, és ezért van szerintem nagyon nehéz dolga egy írónak, vagy forgatókönyvírónak, mert valójában azért ezt hál' Istennek annyira nem standardizált a nyelv, hogy olyan könnyű lenne azt mondani, hogy mindenki így beszél. Generációnként is változik, tanultsági szinttől, szociális háttértől, tehát nagyon sok mindentől függ az, hogy ki mit érez hitelesnek. Ebben kell valamilyen módon egyensúlyt találni. Egyébként az a másik nehézség ezzel, hogy tényleg sokan megdicsérték, és örülök is ennek, hogy van egy ilyen vélemény a filmről, de ez az, ami a leghamarabb meg fog öregedni. Uh-huh. Tehát egyszerűen olyan gyorsan változik a nyelv, és a film az meg 30-40 év múlva is nézhető kéne, hogy legyen, mint ahogy manapság is bele lehet futni a tévében egy Habos Gyula filmbe, vagy későbbi filmekbe. Például mondjuk a Szabó Istvánnak vannak olyan korai filmjei, ahol ha nem is ennyire fiatalok, de fiatalok szerepelnek, egyetemista korúak, és az, ahogy a nők beszélnek, az valószínűleg abban az időszakban hiteles volt, de már a nagyon furcsán, ha el kell fogadnia a nézőnek, amikor leül, hogy egy másik kor, és akkor így beszéltek. Tehát, hogy mondok egy példát, hogy olyanokat mondanak egymásnak, hogy édes öregem. Például ugye ilyeneket ma már nem mondunk, és biztos, hogy akkor ez rendben volt, de ez ebbe biztos vagyok, hogy a mi filmünkben ez az, ami nagyon hamar meg fog öregedni, meg minden, ami a technikát jelenti, és ugye ebben a filmben nagyon sok ilyen van. Uh-huh. Tehát ezek egyáltalán, hogy milyen a dizájnja egy applikációnak manapság, hogy néz ki egy telefon, egy számítógép, ahogy mondjuk a Stranger Things-et ilyen nosztalgiával, vagy az IT-t ilyen nosztalgiával lehet nézni, hogy mennyire viccesen néznek ki azok a TB rádiók, amikkel egymással beszélgetnek a gyerekek, például, hogy csak ez jutott eszembe, de minden más, ami ilyen technika, az nagyon hamar nosztalgiává válik. Uh-huh. Ez ami tényleg így van, mert néztem a filmet ugye újra hétvégén, és hát ugye már maguk az applikációk, ugye gondolkodnom kellett egy ideig, hogy most melyik applikációban vannak, mert most már nem így néz ki például a Snapchat, nem így néz ki akár az iPhone-nak a kezelő felülete, bármi, és így az ember mindig egy picit így rájön, hogy tényleg szinte évente lecserélik azt, hogy hogy néznek ki ezek az applikációk. És így egy pici ilyen időutazás már az, ahhoz képest, hogy egy 2017-es, 18-as felvételt nézünk amúgy. Hát a lényegen nem változtató a csevegő program. Voltak éppen a funkción azon nem, igen. Egyébként én gyorsan közbeszúrnék akkor egy olyan kérdést, hogy amikor eldöntötted, hogy az első filmed ezt a témát fogja boncolgatni, ami valljuk be azért a hazai filmiparban, mint témakör nem túlságosan gyakori és eléggé bátor szerintem, akkor neked utána kellett menni ezeknek a dolgoknak, mint például a Snapchat, különféle ilyen nem is tudom én pontosan ezeket, hogy milyen alkalmazások vannak, amiket jelenleg ugye népszerűek, vagy te ezeket menet közben is próbáltad azért kísérni figyelemmel, hogy a változásokkal úgy képben légy. Amikor a filmre készültünk, akkor azért utána mentem, hogy de ez nem volt annyira bonyolult, mert mondom, hogy interjúkat készítettem a korosztályból nagyon sokakkal, és akkor állandóan kérdezgettem. Tehát az állandó kérdéseim egyike volt, hogy miket használnak manapság. Egyszerűen csak azért, hogy lássam, hogy én elég funkcionálisan használom, az az igazság, tehát szórakozásra kevésbé. Mondjuk Instagramot azt nézegetek, de nem szoktam posztolni, csak másokat követek, de egyébként úgy használom, hogy az, ami nekem hasznos a hétköznapokban. Tehát olyan applikációkat külön nem nagyon szoktam rátenni a telefonomra, vagy a gépemre, ami pusztán azért van, hogy mert szórakoztató. Azért utána kérdezgettem akkoriban, de hát azóta jöttek be már tök új dolgok, van ez a TikTok például,
ami akkoriban még nem volt, és most nagyon megy. Hát az a folytatásra is már adnak kb. Muníciót szerintem, igen. Hogyha én meggondolkodnám. Igen, igen, tehát hogy ez egy nagyon nagy üzletág, és ezért aztán folyamatosan pörögnek azon, hogy mi az, amit még ki lehet találni. Uh-huh. Egy kérdést bedobnék a Attila hallgatónk, amit már én is kérdeztem tőled e-mailen, de más is kíváncsi erre, hogy a mozi premier óta várja Attila a film DVD megjelenését, és a film az külföldön is sokszor volt fesztiválokon, és várható-e egy házimozis megjelenés itthon ennek hatására? Hát még nem tudom. Van egy álmunk arról, hogy milyen formában szeretnénk ezt, csak azt nem szabad elfelejteni, hogy ez egy független film. Uh-huh. Nagyon kevés pénzből készült, és nem ugyanazok az erőforrások állnak rendelkezésre, mint amikor valamit a állami filmfinanszírozás támogat. Uh-huh. Úgyhogy jelenleg nem tudok erre még ami biztosat mondani. Uh-huh. De én nem az álmom az, hogyha ezt kiadjuk valahogyan, akkor az ne egy DVD legyen. Egyszerűen azért, mert DVD-nél már sokkal jobb minőségben tudják nézni lakossági fogyasztók is, és mivel van ez a letölthetőség, ugye, ami nem tudunk megkerülni, amilyen kis már megjárta az Encore-t, aztán sikerült leszedetni. Ha sokkal jobb minőségben le lehet szedni ingyen, akkor miért venné meg valaki rosszabb minőségben DVD-n? Úgyhogy én egy picit másban gondolkozom, mint DVD. Uh-huh. Mert inkább azt szeretném, hogy az, akinek annyira fontos ez a film, hogy hajlandó elmenni és megvenni ezt egy tárgyi formában, csak azért, hogy meglegyen neki otthon a polcon, akkor szerintem valami egynél egy picit izgalmasabb dolgot kéne, hogy kapjon. Aha. Amit a DVD tud. Tehát itt egy Blu-ray-re gondolsz, vagy pedig egy olyan nem. Csomagot, amiben mondjuk benne van valami tárgyi dolog, meg még mellé mondjuk egy letöltő kód egy 4K-s verzióhoz, vagy... Igen, ha nem is 4K-s, még ezt nem tudom pontosan, de az is lehet, hogy egy olyan valami, ugye nem tudom, hogy láttátok-e például a Rossz versekhez ugye most könyvet adtak ki, uh-huh, és igen. Úgy lehet, igen. Hogy mi is, hogyha nem ilyenbe gondolunk, nem könyvben gondolkodunk, csak hogy valami más tárgy mellé kapja meg mondjuk, lehet, hogy egy pendrive-on, viszont tök jó minőségben. Uh-huh. Ez érdekes, de jó ötlet amúgy. Csak én, mint filmgyűjtő, én nekem fontos lenne, hogy ott legyen a többi mellett, úgyhogy legalább egy kópiát gyártsatok le DVD-re. Nem, szóval folyamatosan gondolkozunk ezen, csak nyilván ennek a, uh-huh. a financiális hátterét is meg kell ahhoz teremteni, hogy nyilván ezen nagy pénzeket nem lehet keresni, de ne legyen veszteséges. Uh-huh. Főleg, ha valami szép kiadást szeretnénk, és ezért is vagyok vele úgy, hogy inkább várjuk meg, mint hogy egy ilyen Tesco-ban kapható nejlon puhaborítós csúnya borítóval bele van dobva egy DVD, és akkor azért valaki pénzt fizet, miközben uh-huh. tényleg letölthető minimum HD vagy Blu-ray minőségben máshonnan, de még jobban is. Hát HBO Go-n fenn van, úgyhogy ez már mindenképp egy lépés ebbe az irányba. Igen. Úgyhogy én nagyon örültem, amikor ott megjelent, és sokan mondták is, hogy megnézték azóta is. Igen, úgyhogy... meg az HBO magán is megy, és mindig kapok ilyen SMS-eket innen-onnan, hogy, uh-huh. hogy most ott látták, és olyan örülök neki, mert sokat megy, és az HBO-nak is most már több csatorna, valamelyik nap mondták, hogy az HBO 3-on ment, ami nem is tudom, hogy ilyen létezik, de hogy örülök, hogy így pörgetik uh-huh. folyamatosan. Srácok, egy kérdést még... Akkor én olvasok egyet. Jó. Ez egy kicsit személyesebb jellegű. Gotthard kíváncsi arra, hogy mi inspirált téged arra, hogy a filmrendező szakma mellett döntöttél, hogy ezzel szeretnél, tehát hogy ezt szeretnéd csinálni az életed folyamán. Hát már középiskolás koromban eléggé tudtam, hogy filmmel szeretnék foglalkozni, de mégis volt ennek egy folyamata. Ez egy teljesen véletlen az, ami ezt beindította, mert egyszerűen az iskola, ahova jártam, általános iskola, ott
meghirdették egy olyat, hogy a mellettünk lévő művelődési házba lehetne menni táborba. Tehát ekkor voltam szerintem 10 éves, ilyesmi. Lehetne menni táborba, ami ilyen színházos dolog lenne, és engem meg az egyik barátomat ez azért kezdett el érdekelni, mert mi ilyen barkácsolós srácok voltunk. Azt mondták, hogy lehet majd ilyen díszletet, meg ilyesmit fúrni, faragni. Arra gondoltunk, hogy ez jó buli, akkor menjünk. És akkor, amikor átmentünk, akkor kiderült, hogy ott a nálunk nagyobb srácok inkább azt szerették volna, hogy ez ne színház legyen, hanem film. Tábor, és akkor egyszer csak így belesodródtunk, hogy akkor filmes táborba fogunk menni. Voltam 3-szor ebben a táborban, és ott mi nem rendezőként, vagy a kamera mögötti emberekként szerepe, vagy voltunk jelen, hanem gyakorlatilag bele voltunk lögdösve abba a helyzetbe, hogy szerepeljünk. Ez viszont engem őszintén szóval nem érdekelt, de a társaság jó volt, meg az egésznek jó volt a hangulata. Ezt jellemzően ilyen, csak ilyen pici kis villanásokra jelentem én ott meg, mint színész, mert nem ambicionáltam ezt semennyire se. Viszont valamit elkezdtem megérteni abból, hogy hogyan készül egy film. Az elején csak azt, hogy jé, milyen érdekes, hogy nem abban a sorrendben veszik föl, mint ahogy utána látjuk a filmen, hanem teljesen össze-vissza. Uh-huh. Nekem először a fényképezés része érdekelt, tehát az operatőri szakma érdekelt, meg nagyon elkezdtem érdeklődni a fényképezés iránt, az álló képkészítés iránt is, és azt találtam ki magamnak, hogy operatőr szeretnék lenni, és aztán középiskolában már találtam magamnak partnereket arra. Két középiskolába jártam, az elsőben csak belerángattam az osztálytársaimat, hogy forgassunk, és jobb hiány, mivel én voltam az egésznek a motorja, aki akart valamit, amit fényképezhet, vagy aminek lehet az operatőre, ezért kitaláltam, kerestem valami történetet, amit megcsináltunk, és kénytelen kelletlen rendeztem is. Aztán a másik középiskolában meg már találtam olyan embereket, akik szerettek volna rendezni, és akkor én meg be tudtam ülni a kamera mögé. Pont abban az évben, amikor érettségiztünk, akkor indult is osztály az egyetemen, mert az nem minden évben van, és jelentkeztem is 18 évesen operatőrnek, és nem is vettek föl. Egyébként ez az az osztály, amiben Mundruczó Kornél járt, Kenyeres Bálint, de én ebben az osztályban, az operatőr osztályban jelentkeztem, és nagyon fiatalnak számítottam. Akkoriban még inkább volt az, hogy gyere ide úgy, hogy már jártál egy egyetemre. Ma már ez azért nincsen, mert onnantól kezdve, hogy az első diploma ingyenes csak, a másodiknál nagyon megnő a tandíj, és már az egyetem ezt az elvárását elfelejtette, mert ez egy nagyon komoly szűrő, hogy ki az, aki ki tudja fizetni, és ugye nem, az nem feltétlenül a tehetségeknek kedvez, hanem azoknak, akik ki tudják fizetni a tandíjat, és inkább akkor most már nincsen ez, hanem bárhogy be lehet jutni. Tehát be lehet jutni, ma már könnyebben be lehet jutni 18 évesen is. De visszatérve, akkor 3-szor jelentkeztem operatőrnek. Ugye volt olyan, amikor 5 évet is várni kellett 2 osztályindítás között, és akkor 4-1-ére közben én megcsináltam filmeket. Tehát ugyanezzel a metódussal csináltam néhányat, hogy magam voltam az operatőre annak, amit rendezek, és aztán egyszer csak kitaláltam egy filmet, aminél rájöttem, hogy ezt celluloidra kéne fotózni. Ez az volt egy cím, hogy büfé 2 ablakkal. Rájöttem, hogy én ehhez nem vagyok elég képzett, tehát nem tudom megcsinálni. Jó, hívni kell egy operatőrt, és ez volt az első olyan pillanat, amikor én egy operatőrrel dolgoztam, nem én, hát hogy kiadtam a kezemből a fényképezést. De még ekkor sem voltam teljesen biztos benne, hogy rendező akarok lenni, csak azt tudtam, hogy az a film csak úgy tud megvalósulni jól, hogyha rehívok egy embert, aki ezt képes is megcsinálni. Aztán, amikor közben megint indult egy osztály, akkor már 28 éves voltam, úgy voltam vele, hogy ez az utolsó pillanat, amikor én még jelentkezem, tehát az biztos, hogy 30 fölött már nem fogok. És megint ugyanaz a tanár indította az osztályt, aki engem a 3-ból 2-szer nem vett föl operatőrnek, és arra gondoltam, hogy ő valami miatt bennem nem lát meg semmit se, akkor nem érdemes, hogy jelentkezem rendezőnek, és így oda meg egyből fölvettek. Úgyhogy
ilyen kalandosan derült ez ki, de szerintem azért ott a tudatalattimban ez már valószínűleg eldőlt, csak még nem vallottam be hamarabb magamnak, mert miközben jelentkeztem, már pályáztunk is filmre, mert ez a büfé két ablakkal ez egy ilyen picit feltűnést keltett a filmszemlén, akkori filmszemlén bekerült versenybe. Már ez alatt csak azt hittem, hogy feltűnést keltett, hogy jön valaki teljesen kívülről, és itt van a versenybe, és még úgy beszélnek is róla, nem nyertünk semmilyen díjat, vagy ilyesmi, de az én életemben mégiscsak az egy ilyen fontos lépés volt, hogy itt-ott kiemelték, hogy ez így elkezdtek rá odafigyelni, és akkor pályáztunk, akkor még Mozgókép Közalapítvány kisjátékfilmes pályázatán, és csodálatos módon nyertünk pénzt filmre, ez pont ugyanabban az évben volt, mint amikor föl is vettek. Én oda már úgy pályáztam, hogy ugyanazzal az operatőrrel, akivel a büféképtablakkal csináltam, úgy hívják, hogy Herbai Máté, és akivel azóta is dolgozom, és a nagyjátékfilmet is vele csináltam. Ami nem azt jelenti, hogy minden filmemet vele csináltam, mert például az egyetemen ugye kötelezően az osztálytársakkal kell dolgozni. Az egyetemen belül is készültek filmek, meg volt olyan is, amikor azért nem csináltam vele, mert ő nem ért rá, de alapvetően bele csináltam a legtöbb filmet, és nagyon szeretünk is együtt dolgozni, hogy ő az első, akit megkérdezek a lehetőségem. És amúgy volt, akkor nem volt neked egy ilyen mágikus film, amit megláttad, nem tudom, mondjuk a Cápa, vagy az Indiana Jones, és akkor azt mondta, hogy na, én ezt akarom csinálni. Volt olyan, igazából az volt, hogy a gimnáziumtól kezdve én elkezdtem járni ezekre a magyar filmszemlékre, és lehet, hogy csalódást kell okoznom, de én egyáltalán nem az amerikai film felől közelítek, tehát nekem ezek a filmek, hogy Cápa, vagy Indiana Jones, az Indiana Jones nagyon ciki, de nem is láttam sose, azóta sem még, a Cápát azt láttam, de hogy inkább valahogy így az európai film volt mindig is az, ami hatott rám. Ennek is több oka van, hogy én olyan családból jövök, ahol különösebben nem volt a film egy ilyen kiemelten érdeke, vagy nem tartozott a szüleimnek az érdeklődési körébe különösebben. Sokkal inkább a komoly zene vagy az irodalom. És mondjuk moziba is úgy volt, hogy az első mozi élményem az egyébként az E.T., ha már amerikai filmet kell, Ejha. Amit vidéken láttam, és a nagyszüleim szomszédjában lévő néni összegyűjtötte a utcában a gyerekeket, és elvitt minket megnézni az E.T.-t. De utána nagyon sokáig nem láttam semmit se moziban. És aztán, amikor legközelebb moziban voltam, az ilyen nagyon kis kamaszkoromban, akkor nagyon rossz filmeket néztünk. Nagyon tetszett nekem, ilyen Rendőr Akadémia 6, meg ilyenek, vagy 3, vagy nem tudom mi, az akkor nagyon tetszett, és akkor utána nagyon sokáig megint semmi, és utána meg az volt, hogy a tévében voltak ilyen sorozatok, magyar, tehát a közszolgálati tévén, hogy híres rendezőknek a ilyen életművét meg lehetett nézni. Emlékszem, hogy Bergman, Zanussi, Fellini, ilyesmik mentek. Akkor ezeket nagyon megment a Cseh új hullámfilmje, és akkor ezeket nagyon érdekesnek találtam, hogy mennyire mások, mint amihez a tévéből hozzájutottunk, mert már azért a mi gyerekkorunkban is az amerikai film volt leginkább a legjellemzőbb a magyar tévében. Meg hát ezek a ilyen magyar kommerszek, hogy Egri Csillagok, meg ezek a Jókai adaptációk, ilyesmik. Uh-huh. Gyakran mentek. Akkor ez meg a filmszemlén láttam egy-két olyan filmet, ami ilyen nagyon furcsa volt, hogyha így is lehet filmet csinálni, akkor nagyon akkor ez nagyon érdekes dolog. Meg a Fellini volt nekem még ilyen, hogy ha ilyen önálló megközelítéssel lehet filmet csinálni, ami teljesen más, mégis működik és hat. Ez egy nagyon izgalmas dolog. A magyarok közül, mire nagyon emlékszem, az a Hajdú Szabolcsnak a Macerás ügyek című filmje, ami nagyon nagy hatással volt rám akkoriban, amikor ez új volt. Aztán Hagyjálógva Vászka, Gotár, Timon Mágus, Enyedi Ildikó, tehát ezek a filmek mentek akkoriban, amikor én ilyen elkezdtem odafordulni, hogy mi is ez a magyar film. Uh-huh. Wittmann fiúk, tehát ilyesmik. Most nem fogom az összeset felsorolni. Uh-huh.
Jó, szerintem egy vagy két kérdés még, aztán szerintem majd átismerhetünk az audio kommentárhoz. Ádám hallgatónk küldött egy nagyon érdekes kérdést. Itt szóba jött már a filmalap, meg tudom, hogy állandóan ezt kérdezik tőled, hogy a filmalap miért nem támogat, stb. Szerintem ezt már épp elégszer megmagyaráztad. Úgyhogy inkább egy olyan fajta... Meg ezt tőlük kell megkérdezni. Igen, igen. Ez a másik. Hát csak te vagy itt. De igen, a filmalap az most különösen kényes téma, most, hogy így átalakul meg ilyenek. De egy olyan kérdés küldött, ami valóban egy tök jó gondolat, hogy miben lett volna más a remélem legközelebb sikerül meghalnod, ha megkaptad volna a filmalap támogatást, tehát egy nagyobb tőke áll rendelkezésre, nagyobbak a lehetőségek, hogy így nyilván a díszleteken lehetett volna változhatni, de lett volna bármi ilyen lényeges változtatás, ami egy nagyobb büdzsével benne lett volna a filmben. Több robbanás. Igen, igen. Hát ezt ketté bontanám ezt a kérdést, mert valószínűleg azzal, hogyha támogatták volna, azzal igyekeztek volna beleszólni a történetbe is jobban. Például annak nagyon örülök, hogy az első filmem az egy olyan film, ami ilyen értelme 100%-ban vállalható, hogy most nem a vállalhatós... kell mentegetőznöd a vállalhatóság alatt azt értem, hogyha valaki azt mondja rá, hogy ez vagy az nem jó, azért is én vagyok a felelős. Tehát, hogy azért ilyen, mert én ezt így gondoltam. Tehát, hogy a tiéd tulajdonképpen, igen, a te nézőpontodat tartalmazza leginkább, meg a te, igen, munkád 100%-ig. Igen, igen, és hogy nem kellett, ugye voltak benne ezek a fejlesztők, akik így próbálják terelgetni, sokszor egyébként teljesen jó szándékkal, szóval nem azt, ezzel nem bántani akarom őket, meg ez a munkájuk, hogy ezt vállalták, de mégiscsak valamilyen módon befolyást gyakorolni a dologra, hogy ez nincsen. A másik az meg az, hogy anyagi része nyilván igen, minden, ami a látvány, az, ami gazdagabb, vagy gazdagabb tudna lenni, egészen onnan, hogy milyen kamerával forgatunk, odáig, hogy milyen felési technikát választunk filmhez, és hogy mondjuk hogyan van világítva, hogy néz ki a díszlet, mutatunk egy szobából, vagy egy millióból, ami ugye mindig a karakter építéshez is hozzátartozik, hogy nem véletlenül van valaki abban a térben elhelyezve, azzal is szeretnénk róla valamit mesélni, tehát ezek biztos, hogy tudtak volna másmilyenek is lenni, de mondjuk a casting terén nem választottál volna mondjuk Eszter helyére egy sokkal ismertebb színészt. Nem, hát az eszembe se volt, hát ahogy látjátok, hogy tudtam volna, hát azért olyan színészek jöttek el filmbe, akik gondolom olyan filmekben, aminél van pénz, nagyon komoly gázsiért mennek el. Tehát nem ezen múlott, nem azért nem választottam, hanem azért, mert azt gondoltam, hogy ez a film akkor tud hiteles lenni, hogyha annyi idősek játsszák, ahány évesek a szereplőink, és egyébként készítettünk mi ehhez egy ilyen demót pályázathoz, és ott nagyon rövid idő volt, hogy ezt bemutassuk, akkor én a főiskoláról hívtam a színészeket, hogy eljönnének-e nekem segíteni, és eljátszanák-e ezeket a szerepeket. Demo az azt jelenti, hogy egy részlet valami a filmből. És az nagyon jó tanulmány volt, mert ők ugye a 20 éveik elején vannak, amikor az egyetemre járnak, elején közepén, ezért jól lehetett mérni, hogy ez mennyire működik velük, vagy mennyire nem, és miközben nagyon jól játszottak, és éretten, és szépen, de közben meg egyszerűen a fizikumokon látszott már, hogy nem annyi idősek. És szerintem egy ilyen filmnél, aminek az alapmotivációjában, főleg mondjuk Péter esetében nagyon erősen benne van az, hogy a testi érettsége az hol tart ahhoz képest, hogy mondjuk mik a vágyai már. Nagyon leugrott volna a vászonról, hogyha idősebbekkel játszottam. Hát így is egy olyan fiút választottam, aki a saját korosztályában is egy picit még azelőtt, a robbanás előtt van, hogy elkezd férfiasodni, hogy megnyúlik az orra, hogy nem tudjuk, milyen ez. Tehát még olyan bébi arcú. Tessék?
kicsit még így a pubertás előtti. Igen, éppen, tehát benne van a pubertásban már, csak még nem ennek a külsődleges jelei. Bizonytalan egy kicsit még, igen. Még nem indultak el. És azt elmondhatod, hogy melyik volt ez a jelenet, amit a demóban előadtatok? Ja, igen, igen, igen. Az gyakorlatilag az eleje volt a filmnek, tehát az a része, hogy megy a focizás, ülnek a padon, aha, és elhatározzák, hogy fölmennek Csababához, és fölmennek, abban is már Polgár Csaba volt a Csababá egyébként, uh-huh, fölmennek, és elhangzik ez a vers részlet. Az a különbséggel, hogy mivel az egy olyan anyag volt, ahol egy picit szerettünk volna csöpögtetni már Péterből is, ezért ott keresztbe volt vágva rögtön az elejétől ő is, mint szemszög. Uh-huh. Tehát ő is megjelent, hogy felbukkant, hogy van itt egy fiú, aki így követi őket, kukucskál, meg uh-huh, akarja tudni. Tehát nyilván az, ami ebben a filmben mindig is alapkoncepció volt, hogy külön legyen szedve, azért, hogy valahogyan segítse azokat, akikhez pályáztunk, ezt megmutattuk ott. Tehát nem árultatok zsákba macskát. Igen, 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 hogy lesz uh-huh, egy ilyen szereplő is. És ami még engem nagyon érdekelne, az az, hogy tök érthető az, hogy a hitelesség miatt nyilvánvalóan ugye a fiatalabb korosztályból válogattál színészeket, és én úgy tudom, hogy például a főszereplő Esztert alakító Herr Szilvia, ha jól mondom a nevét, őneki úgy, igen, tudom, ez volt az első film szerepe. Nem volt mindegy benned? Mindegyik az első volt. Ezt mondjuk nem tudtam, hogy ez iránt nem volt benned, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan a hitelességet ez igazolni fogja, de nem volt benned egyfajta félelem, hogy lehet, hogy színészként nem biztos, hogy ami egyébként utólag kiderült, hogy helytálltak maximálisan, de hogy nem volt benned ez iránt egy kétség, hogy nem biztos, hogy színészként hozni fogják azt a szintet, amit mondjuk a film megkövetelne? Az van, hogy ezzel teljesen tisztában voltam, hogy nagyon nagy a kockázat, és nagyon sokszor látunk ugye magyar filmekben meg pláne olyat, hogy amatőrök játszanak szerepeket, és sokszor, tehát van, amikor működnek, de elég gyakran az van, hogy csak addig működik, amíg meg nem szólal. Tehát a külsőségeiben képviseli azt, amit kéne neki a szerepben, de aztán meg nem tudja mégsem megcsinálni. Úgyhogy hát egy hosszadalmas szereplőválogatás volt, nagyon sok próbával, és pontosan tudtam, hogy itt nem lesz elég az, hogyha valaki körülbelül úgy néz ki, mint ahol, amit elképzelek, hanem mind a kettejüknek, tehát a Péternek is, meg az Eszternek is, de igazából a Beninek is, olyan embernek kell lennie, aki sokkal élesebb színészi skálán képes játszani, és nem csak azt tudja hozni természetesen, amilyen ő maga, hanem időnként ebből ki kell tudni lépni, tehát valódi színészi képességekre van szükség. És a válogatás során ezeket nézegettem, és úgy próbáltunk meg olyan helyzeteket, amiben ez világosan kiderült, hogy képes-e megfejlődő, egyrészt fejlődőképes-e, meg képes-e meglépni ezeket, és mivel úgy tűnt nekem, hogy igen, ezért mertem rájuk bízni a szerepet. Nagyon sok mindenkit megnéztem, vagy rájuk osztani a szerepet. Nagyon sok mindenkit megnéztem, mire őket kiválasztottam. Tehát nem az volt, hogy az első lány, meg első fiú, aki szembe jött, és körülbelül úgy nézett ki, mint ami a fejemben van. Uh-huh. Hát ez egy nagyon alapos és komoly munka, máshogy nem is lehet, de hát ez a része a filmrendezésnek. Uh-huh. Nem tudom, hogy láttatok-e az Adél élete című filmet, de az is olyan, hogy ott egy pont a főszereplő lány, ő egy addig filmben nem játszott, és színészi előképzettséggel nem rendelkező nő volt, és mégis csodálatosan játszik, tehát annyira hiteles minden pillanata, hogy majdnem azt kell mondjam, hogy a filmben lévő színészeket, akár párokat is lejátsza. Hát be is futottak azóta. Igen, igen, hát illetve őt azért sajnos kevesebbet látjuk, aki a főszereplő volt. A másik lány, aki a kékhajú, ő ugye híres színésznő lett, de ő már akkor is egy ismert valaki volt. Uh-huh. Jó, szerintem még sok kérdést a film alatt össze lehet foglalni, amikor az adott jelenet van. Én még annyit még kérdeznék, hogy amikor megjelent a film, akkor mennyire követted a kritikákat? Itt például Miklós hallgatón küldt egy ilyen kérdést, hogy,
hogy mint magyar rendező mennyire veszi figyelembe, itt most speciál rám gondol, hogy a mi podcastünk véleményét, de nyilván ennél sokkal lényegesebb médiumok vannak, hogy mennyire figyelted, hogy hogyan reagál rá a média és a közönség is. Vagy próbálod ezt távol tartani magadtól? Az az igazság, hogy onnantól kezdve, hogy készen van egy film, ugye egy kritika már úgy nem tud hozzátenni, hogy az mondjuk segíteni azt, hogy mit változtassak meg. Ennek ellenére nyilván fontos, hogy mit gondolnak róla, mert nem azért csináltuk, egyrészt, hogy ne gondoljanak róla semmit sem, meg nyilván szeretnénk, hogy megszólítsa a közönséget, vagy megtalálja a közönségét a film. De nekem fogalmam nem volt, hogy milyen lesz. Valószínűleg nincs az a rendező, aki tudja előre, hogy hogyan fogja fogadni a kritika. Én se tudtam. Elég szerencsések voltunk, mert többségében azért jól fogadták. Azt is észrevettem, hogy a kritikák azok nem nagyon szokták befolyásolni a nézőket, a nézőszámokat, sőt volt olyan magyar film, amit a kritika nagyon lehúzott, és mégis elég sokan elmentek rá. Papapia. Majdnem, hogy ez egy ilyen törvényszerűség már, hogyha valamit nagyon lehúznak, akkor nagy lesz a nézettsége. De tehát nem azt mondom, hogy nem számít, vagyis azt semmiképp nem mondom, hogy nem számít, de azért talán mi leginkább számított nekem az, hogy megtalálta a közönségét, hogy voltak emberek, akiknél őszintén lehetett látni azt, hogy hatott rájuk, és hogy megrendültek tőle, vagy elgondolkoztatta őket, ez volt nekem a legfontosabb. Csak jók lennének a kritikák, de senkit nem érdekelne, és hogyha nem kezdett volna el terjedni a híre, hogy ezt érdemes megnézni, akkor valószínűleg elégedetlenebb lennék, vagy szomorúbb, vagy úgy érezném, hogy ahhoz képest, hogy mennyi munkát fektettünk bele, végül is nem értük el azt, amit szeretnénk, de nem ez történt, hanem szerencsére az történt, hogy kialakult a film körül egy ilyen lelkes közönség, akik vitték a hírét, és végül is azért van, aki szereti. Ez jó. Igen, azt láttam, hogy ilyen közönségtalálkozók is voltak helyenként hónapokkal a premier után, és még ki is akartam menni az egyikre, és nagyon nem volt jegy. Még idén télen is voltam vidéken egy nagyvárosban közönségtalálkozón. Ez is elég sokáig eltartott ilyen csak valamelyikünket. Jó. Én még egy film tippet adnék neked, nem tudom, látta, de az is HBO Go-n fenn van, a Megosztás című film, ami nagyon emlékeztetett a te filmedre. De majd megnézem akkor. Tematikailag vannak hasonlóságok, bár az alapszitu egy kicsit más, de a filmnek a stílusa szerintem összehasonlítható, és az is tetszett nekem, úgyhogy ha esetleg egy ilyen hollywoodi verziót megnéznél, hát így a ez a probléma, amit ez kapargat, ez a kommunikáció, hogy hogyan megbonyolódott, miközben ugye nagyon felgyorsult, és könnyűvé is vált ezeknek a szerkezeteknek a segítségével. Ez nyilván egy olyan világjelenség, hogy nem meglepő, hogy mások is gondolkoznak arról azon, hogy erről van mit mondani, vagy van róla egy történetük, adja magát. Igen. Igen, csak ugyanakkor szerintem bántóan mégis ritkán kerül elő. Tehát amit mondtam is az imént, hogy főleg az itthoni filmek környékén ez nem egy gyakori téma. Tehát annak ellenére, hogy ez a jelenség és ezek a problémák, amiket például a te filmed is feltár, ezek súlyosak és jelen vannak. Szerintem ez a téma olyan, amit érdemes lenne boncolgatni. Ezért is örültem többek között annak, hogy például a te filmed is ehhez nyúlt, ehhez a témához, mert tényleg ez sok mindenkit érint, konkrétan egy generációt. És például, ami itt el is hangzott a film, vagyis illetve az adás elején, hogy amit Freddy beolvasott, hogy a 14 éves lányjal és a ő barátaival köteleznék, hogy megnézzék. Ez én is maximálisan egyetértek, szerintem középiskolákban érdemes lenne levetíteni, mert sok olyan kérdés boncolgat, amit nem biztos, hogy ennyire direkt módon feltesznek maguknak ezek a fiatalok, és mondjuk, hogyha látják ennek a egész velejáróját, illetve a következményeket, akkor talán elgondolkoznának kicsikét mélyebben, úgyhogy ez mindenképpen egy jó dolog. Szerintem emögött az van, hogy
Addig, amíg a filmfinanszírozás az abból indul ki, hogy majd mi megmondjuk, hogy milyen filmek kellenek a népnek, és nem pedig az van, hogy arra kíváncsiak, hogy az alkotók milyen témákat hoznak a saját tapasztalataikból, vagy abból a világból, ahonnan jönnek. Addig ez mindig így lesz, tehát amíg hosszú szivarú, kövér öreg emberek gondolkoznak arról, hogy milyen film kell, addig az fog eszükbe jutni, ami az ő fiatal korukban szerintük sikeres volt, és akkor ebből sülnek ki a versengés, a Csónakházért című, vagy tartalmú zenés filmek, szóval, hogy aminek ugye nyilván semmi köze nincsen ahhoz, amiben az átlag emberek élnek. Sem a konfliktus szintjén, se semmi. Tehát, ez elegáns volt, igen. Tehát, hogy, én először azt hittem, a Lighthouse-ra gondolsz. Nem értem, hogy ez most hogy... Egy pillanatig nekem sem volt tiszta, de ez elegáns volt. De egyébként én is pont ezt gondolom, hogy majd, hogy ez annyira egy generációs probléma, hogy majd szerintem most nem sokára pár év múlva fognak kinőni azok a rendezők ebből a mostani generáció, mármint hogy a fiatal generációból, akik majd erről filmet fognak, több filmet fognak csinálni, tehát én ebbe bízom, hogy még... Ez egyébként mindig megvolt, tehát azokban az időkben, amikor engedték, hogy gyertek és mondjátok, hogy veletek mi van, akkor mindig megszülettek a generációs filmek. Tényleg a Moszkva tér is ilyen, a macerás ügyek, amit már említettem, tehát és korábban is mindig megvoltak ezek a filmek, a Kopaszkutyától a Eszkimó asszony fázikon át, tehát sok minden, vagy a már említett Szabó Istvánnak a Szerelem, vagy az Apa, tehát meg tudnak ezek születni, hogyha hagyják, de hogyha az van, hogy mostantól megjöttem, és csak műfaji filmeket lehet csinálni, mert én Amerikában azt láttam, vagy mit tudom én, most van ez, hogy történelmi filmet kell csinálni, mert állítólag mindenki ezt szeretné. Nem tudom, hogy ezt ki és mikor és hogyan mérte meg, de valószínűleg senki semmikor, csak bedobták, mint egy ilyen gumicsontot, akkor abból úgy nem lesz. Nem lesznek olyan filmek, amik rólunk szólnak, és egyébként én ez az, ami nekem egy nagyon nagy felismerés volt ennél a filmnél, hogy nagyon meghálalja a közönség azt, hogyha a saját problémáira ismer rá, vagy a saját életére, és azt mondja, hogy jé, ez tényleg így van, vagy jé, tényleg ennek megvannak a veszélyei, vagy én nekem sincs fogalmam sem arról, hogy a gyerekem mit művel a számítógép előtt, vagy a gyerekek, ahogy azt mondták, hogy most van először olyan az életükben, hogy látnak egy filmet, ami róluk szól, és nem pedig az idősebbekről, mert ugye ahhoz vannak szokva, hogy elmegy a moziba, és megnézi, hogy James Bond, mindig egy ilyen 40 és 50 között lévő sármos fickó, és akkor, hogy az ő generációjában és az ő státuszában mik történnek, de hogy látott valami olyat, ami saját magát látta, és hogy én velem is ez szokott megtörténni. Hogy ezt a hibát én is elkövettem, vagy hú, de jó, hogy nem követtem el, de majdnem. Vagy a szomszéd lány, vagy a padban mellettem ülő is hasonló dolgokat. Szóval, hogy szerintem bírnák ezt az emberek, miközben persze ismerem azt a véleményt is, hogy minek nézzem én ugyanazt, amivel az életemben is küzdök. Ugye van ez a típusú vélemény is, és hogy pont azért megyek el a moziba, hogy kikapcsoljon. Ez is egy nézői attitűd, de nagyon sokan vannak azok is, akik azért mennek el a moziba, hogy bekapcsolja őket, gondolkozzanak, és nekik is kell szerintem filmet csinálni. Hát volt nemrég ez a FOMO, ami egy kicsit hasonló témájú, de én nem láttam, de amit hallottam róla, azért messze nem volt olyan kritikai visszhangja, mint a te filmednek. De azért mondom, nem kapott rossz kritikákat, az se, de én azért javaslom, hogy nézd meg, mert érdekes megközelítés az is, és nem teljesen ugyanaz, mint amiről a mi filmünk szól. Jó. Még annyi, hogy tökéletlenül fedeztem fel, hogy a filmet kétszer van fenn IMDb-n. Igen, ezt jó, én is akartam kérdezni, hogy van egy, az esetleg egyszer a demo? Raktam fel. Az esetleg a demo lehet, nem? A másik, mert ott nincsenek szereplők feltétlenül. Nem, az egyik magyar nyelvű, a másik angol nyelvű, de ez igazából az IMDb meg szokta oldani, hogyha felismeri, hogy honnan nézik. Úgyhogy, hát nem tudom, mint alkotó van-e lehetőséged eltüntetni? Remélem, mert legközelebb sikerül felraknod. Hát szerintem igen. Hát meg fogjuk tudni ezt oldani, de nem tudtam, hogy így van.
Mert van egy, aminek kisebb is a pontozása, úgyhogy, és az olyan félkész is. És ugye a szavazatszám is kevesebb jóval. Ja, úgyhogy az az szavazattal. Vetessük le. Az nem lényeges, a másik a fontos, így van. A másiknál... azokat a szavazatokat is. Ja. Más. Igen, ez jó. A másiknál, tehát a fő profilnál ma vettem észre, hogy még én raktam be a trivia részeket a profilra, mert így elolvastam felkészülésből a Voxos interjút, amit adtál, és ugyanazok az infók voltak, ott mondom, hú, de ismerős ez a dolog, aztán látom, hogy ja, hát én raktam fel. Mintha te írtad volna olyan. Ja. Jó, úgyhogy ez csak ilyen kis vicces adalék, hogy fenn van az angol nyelvű, vagy angol címmel is a film. Erre ilyet a filmre nem mentség az, hogy nem találjátok meg. Tehát itt ez nem játszik, ja. A kifogás. De más plakátja van, nagyon, nagyon jó plakátja. Igen, van az angol verziónál a plakát az nagyon jó. Ja. Nagyon szép, igen. Hát szerintem a magyar plakát is eléggé epik. A magyar plakát is tök jó, persze, csak a másik az olyan szembetűnő, igen, olyan nagyon-nagyon. Tudnék mesélni erről is, de az azért van, mert nem szerettem volna, hogy a külföldi fesztiválokon ez a plakát menjen, amivel én nem értettem egyet, ami Magyarországon ment. Uh-huh. Egyszerűen azt éreztem, hogy tökéletesen ellene dolgozik annak, amit mi elképzeltünk, vagy amit gondolok arról, hogy miről szól ez a film, és nem szerettem volna, hogy külföldi fesztiválokon ez a plakát megjelenjen, ha már abban nem volt beleszólásom, hogy az itthoni piacon mi van, ezért készítettünk egy másikat. Ugyanakkor nagyon figyelemfelkeltő szerintem a magyar plakát, tehát ebből a szempontból szerintem nagyon jó, hogy erre, tehát emellett nem megy el az ember. Hát ilyen filmcímmel pluszban. Ez meg a másik, igen. Egyébként a filmcímhez csak annyit, hogy készült ez a film, és nem sokkal később, vagy lehet, hogy még azelőtt, ezt nem tudom pontosan, de készült egy magyar film, amit még nem láttam, aminek azt hiszem, hogy az volt a címe, hogy Haj már meg! És én azt hittem, hogy az ennek valamilyen módon a folytatása, mert hogy annyira összecseng a két cím, de aztán kiderült, hogy közel korábban nincs a készült, korábban készült, mint amilyen, vagy legalábbis korábban jött ki. Igen. Akkor én az a Kern Andrásos, vagy melyik volt? Semmi köze nincsen hozzá. Csak... Igen, aztán én is láttam, hogy közük nincs egymáshoz, csak Kamandi, ugye a két film cím Kamandi nagyon Zoltánnak összecseng. A film. Jó. Na hát, Mihály, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, és akkor hamarosan rögzítjük majd az audio kommentárt. Egy info a mindenféle ilyen podcast megosztó oldalakon hallgatóknak, hogy ezt az audio kommentárt nem rakjuk fel, tehát ez csak és kizárólag YouTube-on lesz majd fenn, meg letölthető linknek, de ezt így nem rakjuk fel iTunes-ra, meg Spotify-ra, mert úgy szerintem kicsit furán jön neki, ha az ember csak úgy bekapcsolja és egy audio kommentárt hallgat. Úgyhogy mindenképpen keresitek majd itt a leírásban a linket az audio kommentárhoz, és akkor ott lesz a mi hangsávunk, és akkor elindítjátok a filmet külön, fel van HBO Go-n, és utána tudjátok hallgatni, de azt a felvétel elején még röviden elmondom. Mihály, hát remélem nem kérdeztünk kényeseket, és köszönjük még egyszer, hogy itt voltál, és akkor hamarosan az audio kommentárral. Köszönöm szépen. Folytatjuk. Sziasztok. Hello. Sziasztok. 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 Legyél te is részese adásainknak. Küldjél a népakarat a rovatunkba maximum 3 filmet, hát ha pont a te beadványodat sorsoljuk ki egyszer. Minden ehhez kapcsolatos információt megtalálsz a filmbarátok.blog.hu oldal almenüjében. Te küldhetsz nekünk kérdéseket, reakciókat, borítóképeket a filmbarátokpodcast@gmail.com e-mail címre, örülünk minden levélnek. Podcastünket megtaláljátok YouTube-on, Twitteren, Facebookon, iTunes-on, Spotify-on és SoundCloud-on is. Reméljük tetszett neked az adásunk, és velünk tartozhat továbbiakban is.